Elek Nikoletta decemberben még Thaiföldön volt, az egyik legnívósabb fitness világbajnokságon, ahonnan ezüstéremmel tért haza, most pedig a stúdiumban. Köszöntjük nagyon sok szeretettel. Szia, Niki! Szia. Csodálatos érem és egy csodálatos kis szobor tulajdonképpen, ugye, ami ezzel az ezüstéremmel járt. Igen. Hát mielőtt magáról erről a versenyről beszélnénk, azért úgy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, és a nézők közül is nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy egy ilyen szép fiatal hölgy hogyan kezd pont ezzel a sporttal szemezni? Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy te testépítésbe kezdj? Hát ezt először is maga az edzés előzte meg. Még elég régen, egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt apukámmal kezdtem el először terembe járni. Utána, amikor elkerültem egyetemre, ott is folytattam ugyanúgy az edzést. Na és ott volt egy edző, aki úgymond felfigyelt rám, így látta a testi adottságokat, a kisugárzást, minden egyéb olyan dolgot, ami egy ilyen versenyhez szükséges. És addig-addig mondta, amíg úgymond be nem adtam a derekam, és akkor elkezdtünk felkészülni egy ilyen versenyre. Próbaképpen annyira megtetszett, hogy utána jött még egy versenyszezon, még egy, és akkor körülbelül ennek már 3-4 éve. Tudtad, hogy mivel fog járni az, hogyha azért ilyen komolyan elkezdesz versenyezni, mennyi lemondással, mennyi odafigyeléssel? Hát mondták, de nem gondoltam volna, hogy tényleg ekkora lemondásokkal jár. És hogyan tudod ezt összeegyeztetni, vagy hogyan lehetett összeegyeztetni mondjuk a tanulmányaiddal? Viszonylag könnyen, mert magamnak tudtam összeállítani az órarendemet, olyan szakon voltam. Utána meg, mikor már hazakerültem végzettség után, akkor meg edzősködni kezdtem, és igazából akkor is ugyanúgy tudtam alakítani az órarendem, a vendégeket, ahogy nekem volt jó részben. Én azt gondolom, hogy ugye nyilván szerencsés genetikával és egy szerencsés családdal is rendelkezel, hiszen mondjuk édesapád fogott kézen, és gondolom, hogy már a családi légkörben is benne van a sport szeretete. Mégis mit tudsz mondani a nézőknek? Bárki megpróbálhatja ezt, nyilván nem tudom, 80 évesen, de hát egy bizonyos életkori határok között, akiben van elég kitartás és van elég ambíció, akár versenyezni is képes lesz majd? Szerintem persze, hogyha megvan a kellő motiváció, meg kitartás, akkor manapság már eléggé sok kategória van egy ilyen versenyen, az újoncoktól kezdve a masterzig, ami akár 50 pluszos kategóriákat is lefed, úgyhogy igazság szerint úgymond bárki belekezdhet ezekbe. Mikre vagy a legbüszkébb mondjuk így 4 év távlatából? Hát el is hoztam a két legnagyobb büszkeségemet, a világbajnoki szobromat, ami egy ezüstérem lett, meg a legelső abszolút bajnoki trófeámat. Azt kell tudni erről az abszolút bajnok címről, hogy külön vannak bikini kategóriák, magasságokban vagyunk sorolva, és minden egyes kategóriának a győztesét a verseny végén kihívják, és a győztesek közül is kiválasztanak egy győztest, és ő lesz az abszolút győztes. Én ezelőtt nagyon sokáig vágytam egy ilyen címre, és tavaly előtt, 17 őszén sikerült egy ilyet végre meg is szereznem. Ez egy szombati nap volt, vasárnap volt egy másik magyar bajnokság, és ott is sikerült még egyet. Akkor ez egy igazi sikerszéria volt ez a hétvége. Igen. Niki, ugye említettük itt a lemondásokat, meg azt, hogy azért itt bizony fegyelmezetnek kell lenni, és ez nem csak a sportot illeti, hanem a táplálkozást is. Így mondjuk a thaiföldi verseny előtt, amikor karácsonykor mindenki habzsidőzizik, gondolom, hogy a te étrended az elég speciális volt. Hogyan készültél fel erre a versenyre mondjuk a táplálkozásban? Hát egy ilyen versenyre a felkészülés táplálkozásban eléggé szigorú, mert meg van határozva, hogy melyik nap mennyi gram szénhidrátot, fehérjét és zsírt lehet bevinni. Már a vége fel azt is megszabják, hogy mennyi vizet lehet meginnunk, úgyhogy hál' Istennek, mire a karácsonyra hazaértünk, addigra már ehettem, várt itthon a sok finom falat. Egyébként így édes szájú vagy? Vagy fontos én neked az, hogy mit teszel? Vagyok. Én nagyon sok mindent megbírok enni, de ilyenkor egy kicsit nehéz átállnom a verseny étkezésre, de miután belelendülök és látom az eredményeket, utána már egyre könnyebb. Hál' Istennek, már az évek alatt hozzászoktam ehhez. Meg azt gondolom, hogy ha azért van egy pici olyan időszak, amikor mondjuk esetleg többet eszel itt a közösségi oldalon, láttuk, azt hiszem, hogy Párizsban különböző finomságokat posztoltál, akkor gondolom, hogy azért utána odafigyelsz arra, hogy... Hát persze, oda kell.
Mit javasolsz mondjuk egy picit táplálkozásban nekünk most itt februárban? Hamarosan jön a tavasz és a nyár, lehet még nyárra esetleg egy picit lefaragni mondjuk a zsírból? Hát szerintem még pont időben van az, aki ilyen ilyesmit tervez. Én azt szoktam ilyenkor minden kezdőnek ajánlani, hogy az a legnagyobb lépés, hogyha elhagyja a cukrot, a fehérlisztes dolgokat, mint például a tészták, péksütemények, több zöldséget és fehérjét kellene bevinni, meg több folyadékot. Egy dolog jutott eszembe, ugye látva a te versenyedről készült képeket is, hogy azért sokan azt mondják, hogy hát ez nem is olyan nőies, főleg amikor már, már olyankor készülnek a fotók, amikor befeszítitek az izmaitokat, és tényleg látszik az erőlködés is néhány hölgyön, hogy te hogy látod ezt? Van egy bizonyos határ, ami fölé már nem szeretnél mondjuk eljutni a tested kidolgozottságában? Vagy osztod ezt a véleményt esetleg, hogy nem annyira nőies dolog? Igen, ezt elég sok helyről szoktuk hallani. Én igazság szerint úgy gondolom, hogy még az én kategóriám, ez a bikini modell kategória, ez még nem az erősebb, nem a csúnya, nem nőies kategória. Vannak ettől sokkal erősebb kategóriák, ahol a nők már sokkal nagyobb izomzattal rendelkeznek és sokkal szálkásabbak. Igazság szerint szerintem nekünk magában a szabályzatban is benne van, hogy nem lehetünk túlizmosak, túlszálkásak, erezettség sem nagyon látszódhat, úgyhogy a maga a szabályzat is kordába tart, hogy ne lépjük túl a határokat. A bikini felett van még a sportmodell kategória, még az tetszik, mert bevallom, hogy szokott tetszeni nekem ez, hogy egy kicsit kerekebb a váll, vagy hogyha izmosabb egy kicsit a nő, de ez, amit az átlag ember szokott látni ezeket a képeket, vagy igen, ezeket a képeket rólunk ilyenkor, mert ezek nagyon radikális formák, úgymond. Itt már nagyon ki vagyunk száradva, nem mindennapi forma ez, ezt igazából egy napig, ha tudjuk tartani. Tehát nem így néz ki, nem így néz ki egy ember, csak a színpad kedvéért néz ki úgy általában a versenyző, utána a következő hetekben természetesen nem ugyanúgy néz ki. Egyébként ezzel együtt jár az erő is? Tehát, hogyha egy lány ennyire kidolgozott izomzattal bír, akkor hát mondjuk egy költözködésnél sics úgy fölkap akár egy komódot? Vagy? Hát vele jár együtt, igen, mert azért nem kis súlyokkal kell dolgozni ahhoz, hogy ilyen testet elérjünk. Hozzáteszem még ezt a nagyon szép formát, egy kicsit így úgymond optikailag is csalunk azzal, hogy szépen le vagyunk barnítva, és az még jobban kiadja. És mit szól mindehhez a te kedvesed, hogy egyrészt ilyen sikeres vagy, másrészt ilyen elszánt, és hát azt gondolom, hogy azért férfi szemmel is ugye sokan megcsodálnak, mondjuk ehhez hozzá kell neki szokni, azt gondolom. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben hozzászokott, sőt tetszik is neki, most hoztam bele őt nem túl régen ebbe a fitness világba. Tetszett is neki, az a formám is tetszik, de azért, mikor már úgy régóta voltam száraz, már alig várta, hogy nőies legyek. Hogy egy kis folyadék is bejusson. Igen, hogy egy kis husi ide-oda feljöjjön, de ez a forma is jó, mert nőies, de a másik meg nekem, mint sportoló is, már láttam úgy magam, az is, azt is szeretem. Mire készülsz most, Niki? Ugye egy ilyen nagyon hatalmas eredmény tulajdonképpen, nem tudom, hogy most a közeljövőben egyáltalán lehet-e überelni. Vannak-e ilyen jellegű tervei, céljai? Überelni azt lehetne. Egyelőre most pihenek, mert azért eléggé erős fél év áll előttem, és ilyenkor kell egy kis regeneráció a szervezetnek. Ebben az évben, vagy évvégén lesz újból világbajnokság, még meggondolom. Egyelőre úgy indultam neki ennek az évnek, hogy pihenek, meg éljük az életünket, utazgatunk, meg építem a karriert, de egyelőre még nem tudok biztosat mondani. Na hát bárhogy is döntesz majd, kívánunk hozzá jó egészséget, kitartást és sok sikert. Köszönöm, és gratulálunk szépen. Szívből. Köszönöm. Kedves nézők, most egy más műfajjal, mégpedig a színházzal folytatjuk. Januárban kezdődtek a Kalucsné olvasópróbája Móri Zsigmond Színházban. Stábon most a Ceausescu korszakáról szóló darab egyik próbáján járt. Anna Mari. Apa! Mi a baj? Semmi! Anyám a későn jön, megjött, hogy rakjuk egy kicsit össze. Aha. Gyere, ide kislányom!
én 15 éves koromban titokban egy színésznőben voltam szerelmes. De egy régi olasz újságban láttam a képét, apám íróasztalának a fiókjáról találtam. És ezt most miért meséled el nekem? Mert olyan érzés volt, mintha nagyon-nagyon magasról néznék le. Szédítő, félelmetes és csodálatos. Én most is emlékszem rá. Hogy nem vagyok szerelmes. Az első szerelem az olyan, hogy soha nem felejted el. Próbálj olyanban szerelmes lenni, aki megérdemli. És tudd, hogy én mindig itt vagyok. Én meghallgatlak, ha kell. Segítek, ha tudok. Jól van. Köszönöm, apu. 20-30-50 év múlva is fognak beszélni erről a drámáról. Ön mit gondol? Mi lehet ennek a titka? Hát az, hogy valahogy úgy érvényes, vagy én azt érzem, hogy most is, tehát hogy ez egy, hát ha 88-tól veszük, akkor az azt jelenti, hogy 98, 2008, 2000, tehát egy jó 30 éves sztori. Tehát, hogy és a Ceausescu diktatúrájában játszódik, és mégis iszonyatosan jelenvaló. Hát, hogy onnan lehetne a Erdogán Törökországa, a Pinochet Chiléje, tehát ugye nyilván mindig időnként valahol a földön előkerül egy diktatúra, ami így úgy amúgy szorongatja az embereket, és van benne valami örökérvényű. A másik dolog, ami örökérvényű benne, az az alaptéma, ez az Ifigénia Aulisban, mint alaptörténet, vagy mint a történet mélyén húzódó ilyen búvópatak, mert ugye nem egy az egybe az, de mégiscsak onnan van az alapsztori, vagy hogy mondjam, tehát annak az átiratta valamilyen formában, és hát a görögök, egy görög tragédia az kortalan. És ilyen módon szerintem a Dragománnak sikerült egy olyan színdarabot írni, ami nagyon ritka a magyar drámairodalomban. Ennyire pontosan, ennyire szépen, ennyire milliméterre kiszámított és megírt mondatokat tegyen bele. Nagyon ritka a magyar dráma esetében, a Spiró tud ilyet, ritkán, kevesen tudnak ilyet, és nagyon ritkán születik, mit tudom, 10-15 évente egyszer születik ilyen magyar dráma. Tehát ez egy kivételes. Én nagyon örülök, hogy találkoztam vele, és annak is örülök, hogy nincs nagyon sok előzménye. Ugye ezt Kolozsvára mutatták be, ott volt az ős bemutatója, és Magyarországon pedig Máté Gábor rendezte meg egy főiskolás végzős osztálynak az Ódri színpadon, úgyhogy nem is vindikálnám el tőlük a jogot, tehát ők az ős bemutatósok, mert az is egy színházi előadás volt az Ódri színpadon, de hogy kőszínházban Magyarországon ez az első alkalom, és én ennek nagyon örülök, hogy közön van hozzá. Az ön választása volt, hogy ezt rendezi meg, vagy a színházvezetés választása? Ez mindig egy közös döntés szokott lenni, tehát én a Göttinger Palitól, a színház főrendezőjétől kaptam ezt a szöveget. Ugye mindig az szokott történni, hogy olvasgatunk, oda-vissza küldözgetünk mailbe egymásnak ajánlatokat, ők ajánlottak több mindent, én ajánlottam több mindent. Nagyon sok szempont van egy évad összeállításánál, hogy ki mit csináljon, ki dolgozzon benne, hogy legyen, stb. Stb. És akkor egyszer csak a Göttinger Pali küldte nekem ezt a szöveget, én elolvastam, és ott kész. Tehát az első 15 oldalnál tudtam, hogy na ez az. Tehát onnan már úgy olvastam, hogy ezt csinálom. Tehát nem is értem a végére, mire az volt a válaszom, hogy igen. És milyen volt a próba folyamat ezzel a nyíregyházi társulattal? Szuper. Nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon szerettem itt lenni, nagyon szeretem a színészeket is, meg az egész közeget. Szerintem nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó emlék, jó próba folyamat volt. Tehát, hogy nem egy könnyű darab, és mégis azt éreztem, hogy egyrészt azt, hogy ahogy megtámogattak hátul a műszaktól kezdve a világosító, hangosító, kellékes mindenki, a színészekről nem is beszélve. Tehát nagyon, nagyon jó meló volt. Én nagyon szerettem itt lenni. Egyet már kezdem, nem hallod? Apa, normális vagy! Egyet! Mi az Isten kérdez, mi? Bejössz az irodámba cirkus csinálni? Mit mondok a tábornoknak, mi? Nem érdekel! Azt akarom, hogy csináld vissza! Nem akarom, hogy tovább maceráljátok gyűjt! Semmi baj, tábornok elvtárs, jelentem! Csak a hisztis lányom jött be cirkuszolni! Nem fog előfordulni, legfeljebb hetente kétszer! Elfogtad te egyáltalán, hogy mit csináltál? Nem akartak beengedni hozzád. Azt mondták, hogy nem vagy ott. Hiába mondtam, hogy ki vagyok. Nem akartak beengedni. Nem? Még szép, hogy nem! Ki az, akit ön alakít az előadásban? Én Veres Ezredest alakítom, aki helyi szekuritáte főnök, tehát a román titkos rendőrségnek a nem országos, de a helyi nagyvárosban ő a mindenható. Milyen ez a karakter? Hát, ahogy egy titkos rendőrhöz illik, gonosz. Gonosz
De azért Dragomán György elég szépen megírta azt a magányt is, amit egy ilyen nagy beosztású, elég különös morálú ember tapasztal valószínűleg élete során. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen nagyon nagy hatalmú és folyamatosan rettegő és folyamatosan figyelő emberek roppant magányosak. Akár az emberek a városban nem néznek rá őszintén, és ezt ő pontosan tudja, akár a családján belül is. Ez egy színdarabnak íródott, amit én nem is tudtam, hogy Gyuri írt színdarabot is. Én csak eddig novelláit olvastam, és prózáit csak. Én azt gondolom, hogy nagyon érett drámaíró. Ez nagyon, nagyon, nagyon élő és erős helyzeteket ír. Azt gondolom, hogy 20, 30, 40, 50, 100 év múlva is ez a darab, ez létező darab lesz, és játszani fogják. Ön először játszik itt a Nyíregyházi Társulattal vendégként? Így, ilyen módon igen. Vidor Fesztiválon voltam több jó pár alkalommal, tehát a színház maga nem ismeretlen számomra, és hát miután ez egy kis ország, és én pedig elmúltam 50 éves, ezért jó pár színésszel ismertük egymást már előtte is. Milyen volt a próba folyamat? Nagyon üdítő. Én Rémuszt ismerem, a rendező Cikszai Rémuszt régebb óta, dolgoztunk is sokat együtt. Úgy láttam, hogy a társulat is nagyon, nagyon elfogadta őt, és nagyon, nagyon jó hangulatú, és mégis nagyon intenzív próbaidőszakon vagyunk túl. Remélhetőleg ez majd az eredményekben is látszik. Ha valaki kikészített, akkor az ki lesz készítve. Nincs olyan, hogy közben meggondolom. De van. Azt hittem, hogy vége, hogy nem vagyok szerelmes, de nem így van. Mit ígértek te nekem? Mi? Mit? Ott találnak náluk az embereim! És miközben még cirkuszt is csinálsz, üvöltözöl velük, ahelyett, hogy szépen befognád a pofádat és lelépni. Azt akartam, hogy ők lépjenek le onnan. De azt hiszed, ez valami hülye játék? Mi gondolsz, nekem nincsenek ellenségeim? Nekem nem kell egyfolytában védeni a hátat? Nem érdekel. Utána képeleken. Élvezettel nyírnának ki a saját embereink közül is nemet. Most nem rólam van szó, érted? Vegyene nekem a paranoiás hülyeségeimbe. Meglátod, rám sütik, hogy sikrasztottam, vagy elhajlok, vagy nacionalista vagyok, vagy mit tudom én, és akkor kész, vége. Jövő hét kedden, vagyis március 5-én mindenkinek javaslom, hogy egyen palacsintát, ugyanis idén erre a napra esik a Nemzetközi Palacsinta Nap. És nagy szeretettel köszöntöm kedves Mihályt itt a stúdióban. Szia, Misi! Hát természetesen nem jöttél üres kézzel. Úgyhogy most, mint Pavlov kutyájának szépen elindul a mi nyálelválasztásunk, operatőr kollégáim már így alig várják, hogy utána majd rárabolhassanak erre a tányérra. Ezt gondolom, hogy nálatok a vendégeknél is így van, hogy alig várják, hogy oda kerüljön a palacsinta. Hát Nemzetközi Palacsinta Nap is van, ezt is megéltük. Most nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ha nekem lenne egy palacsintázom, akkor én is örülnék. Ilyenkor tartogattok valami izgalmakat, vagy pontosan elég izgalom rejlik ezekben a palacsintákban minden nap, vagy lesz valami különlegesség is? Igazából minden nap palacsintanapot tartunk. Tehát azért minden napján szeretik a palacsintát a vendégek. Örömmel fogyasztják. Egy magyar desszert, jól tudom? Vagy csak mi szeretnénk ezt így magunknak tulajdonítani? A magyar is, tehát amit mi itt ismerünk Magyarországon, az magyar eredetű, de természetesen megvan az amerikai változata, a francia változata, de mi ezt szeretjük, ezt ismerjük. Ugye a magyarok azok, ha megszoknak valamit, akkor abból nem nagyon engednek. Tehát vannak azok a klasszikus palacsinták, amit azért minden gyerek imád, a kakaós, a lekváros és a túrós. De hát azért annyi különleges dolog jött ma már be, azt gondolom, hogy az áruházak polcaira, hogy kísérleteznek a házi asszonyok is. Te mit javasolsz? Mennyire lehet elmenni a végletekig mondjuk a palacsinta ízesítésében? Én azt szoktam mondani, hogy amit megesznek, azt mi megcsináljuk. Tehát vannak különleges kérések,
Igazából a kínálatunk is így fejlődött ki. Mikor elkezdtünk, akkor volt egy szűkebb változat, vagy egy szűkebb kínálat, aztán az évek során ez folyamatosan bővült. És az elején számomra is meglepő kívánságok voltak. Aztán már most ott tartunk, hogy napi szinten kérik ezeket a különlegesebbeket. És ugye vannak a klasszikus édes palacsinták, aztán ugye a sós változat, a húsos változat, a fitness palacsinta, tehát... Az miben más a fitness palacsinta, mint mondjuk egy ilyen klasszikus, nem tudom, túrós palacsinta? Az alapanyag összetételében más, tehát alapból nem teszünk hozzá cukrot, illetve más lisztből készítjük. És a végeredményben, tehát se a töltelékben, se a tésztában nincs hozzáadott cukor. Ugye gondolom, hogy fel kellett készülnetek azért a rengeteg gluténérzékenyre, a tejérzékenyekre. Igen. Én magam is ugye sajnos van olyan gyermekem, aki allergiás, és hát ugye azt tapasztalom, hogy sajnos palacsintát nem olyan egyszerű. Nem hagyományos lisztből készíteni, és nem ugyanazokból az alapanyagokból. Ez abszolút így van. Hát nyilván megtanultuk a különböző kívánságoknak megfelelni, akár gluténmentes, tojásmentes, tejmentes, tehát ezeket, illetve ezek még halmozottan is, van, akinél ez halmozottan is előfordul, és ezeknek mindenki igyekszünk megfelelni. És neked mi a kedvenced személy szerint? Barackos. A barackos? Az hogy készül? Barack lekvárral, vagy rendes barack is kerül bele? Ne, csak sima klasszikus barack lekvár. Tehát akkor a hagyományos ízeket kedveled, de az előbb említetted, hogy az elején voltak olyanok, amiken meglepődtél. Például akkor soroljuk, mik voltak azok az extrémebb kívánságok, amikhez ma már hozzászoktál, de mondjuk korábban tényleg így esetleg meglepett. Igen, hát az elején még a Nutella-túró kombináció meglepődtünk, aztán az nagyon hamar közkedvelt lett. Aztán utána a Nutella-Eper-Nutella-Megy kombináció, az kicsit már az érdekes volt, de ma is már ez teljesen természetes. És miután ugye nyilván egész nap, most én meg fogom kóstolni, egy kicsi merénylet a nézők ellen, de most neked kell akkor sokat beszélni, mert akkor én most enni fogok, és tudod, magyar ember evés közben nem beszél. Hát ez ilyen lutri, én is úgy vagyok vele, hogy miután betekerjük a palacsintákat, már fogalmad nincs, hogy mi, melyikben mi van. Szóval ott tartottunk, hogy minden nap palacsinta van, és akkor van olyan, hogy haza mész, és még otthon is... Nálam. Már nem? Azt már nem. Egyrészt nagyon későn érek haza, és akkor már nem akarok palacsintát tenni, de napi szinten eszek palacsintát. Tehát egyrészt szeretem, jó étvágyat, egyrészt szeretem, másrészt meg... Túrós, erre vágytam egyébként, sikerült. A minőség ellenőrzési célzattal is időnként bele-bele, szúrópróbaszerűen bele-bele kóstolunk, hogy csak tökéletes palacsinta legyen a vendégasztalán, illetve a dobozban, amit hazavisz. Nem beszéltük meg előre, úgyhogy most lehet, hogy merénylet lesz. Mondasz egy ilyen klasszikus palacsinta alaprecept, tehát ami minden körülmények között jó lesz, mert én tapasztalatom az, hogy ha szódával csinálom, akkor is más mennyiség kell hozzá, ha vízzel, ha tejjel, és akkor beszokott sűrűsödni, utána már leragad, akkor hozzálöttyintek egy kis tejet, akkor utána megint nem úgy működik, akkor beleszórok egy kis részt, egy csomós lesz, elő kell venni. Tehát nem olyan könnyű palacsintát sütni, valljuk be. Persze, tehát amikor bekavarsz otthon egy tésztát, az mondhatni azt, hogy egy kis túlzással egy élő anyag, és az folyamatosan változik. Tehát ugye a folyadék, amit teszel bele, szódát, vagy tejet, vagy vizet, azt a liszt szívja fel folyamatosan, és nem mindegy, mennyi ideig áll. És minél tovább áll, annál jobban besűrűsödik, és akkor utána kell önteni. Tehát ezzel mi is folyamatosan, van egy túlig érték, amit arányos, tehát az arányokban mi változtatunk, és amivel együtt dolgozunk. De ha csak azt veszem, hogy a tojás is van a palacsintában, a tojás az egy biológiai anyag, tehát az megint egyik tojás, másik tojás nem egyforma, akár méretben, biológiai összetevőkben. És amikor bekavarunk egy adott tésztát, nem mindegy, hogy az az adott tojás, tehát egyik tojás elviheti egy kicsit a tésztát valamilyen irányba, és akkor korrigálni kell, úgy, ahogy mondod. Tehát nincs szentírás, nincs kőbevésve. Semmi, persze van egy alap receptúra, amit használunk, de ha szükséges, akkor ugye korrigálunk rajta adott esetben. Ugye az ügyes háziasszonyok feldobálják, ti is dobáljátok? Vagy forgatjátok a palacsintát? Mi a hagyományos módon forgatjuk, nincs rá idő a dobálásra. Tehát hál' Istennek sok palacsintát sütünk, és erre nem nagyon van időnk.
Ugye egy másik nagyon közkedvelt édeség a palacsinta torta, amihez ugye eleve sokat kell készíteni. Akár igen. Szülinapra is készítettek ilyet, vagy? Így van, igen, szülinapra. És az hogy készül? Még valami burkolat is kerül rá, vagy csak hagyományosan? Felkészült vagy. Van, tehát alapvetően kétfajta tortát készítünk, az egyik a klasszikus palacsinta torta. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módon egymásra rakott palacsinták tulajdonképpen, és közötte vannak a különféle töltelékek. Uh-huh. És ahogy ízorgiát csináljuk, ezt az egészet bekenjük, tehát egymásra rakunk palacsinták, de ezt bekenjük nutellával, és mi fehér csokit szoktunk ráreszelni, hogy a látványnak is adjunk. És ugye ez a töltelék, amit közé teszünk, ez lehet különféle, amit kérnek a vendégek. Uh-huh. A másik, ez a csoda palacsinta nevű dolog, azt pedig torta formában készítjük, és úgy építjük fel. Abban puding van, van babapiskóta, csoki puding, vanília puding, kakaós palacsinta, tehát az egy összetettebb ízvilágú ez dolog. Ez nem egy lágy dolog, gondolom. De nem. Lehet akár mondjuk nyilván úgy is. Igen, ez szülinapra, tehát ez tökéletes, de akár céges rendezvényekre is szoktak kérni. Úgyhogy elég széles a hát úgy gondolom, tarta. Hogy jó ez az üzlet, mert igazániban megunhatatlan, ugye? Ha újra kezdenéd, mondjuk, akkor is a palacsinta mellett voksolnál? Hát nézd, pontosan öt évvel ezelőtt kezdtük el csinálni, vagy kezdtem el csinálni. Nyilván munkaigényes, aprólékos termékről beszélünk, de én azt gondolom, hogy örömmel csinálom, örömmel készítjük, és a visszacsatolások alapján megéri. És én azt szeretném mondani, Misi, hogy tényleg olyan isteni finom volt ez, amit most megettem, hogy olyan klasszikus, ami az anyukáink és nagymamáink konyhájába készült, tehát ugyanaz az ízvilág. Igen, igen. Ez a célunk is volt, vagy a célom is volt. Tehát ez nekem az édesanyám receptje alapján készítem, hogy tínédzser koromban megtanított. Nem azért, hogy majd egyszer ebből legyen egy vállalkozás, hanem csak úgy otthon. És azt a receptet használjuk, és kimondottan az elsődleges cél, hogy megmarad ez a hagyományos házias. Tehát egy kicsit, hogyha el is jönnek hozzánk a vendégek, akkor otthon érezzék magukat. Úgy gondolom, hogy miután ennyit dumáltam, és még itt a nézők előtt meg is ettem egyet, lehet, hogy még ma este rohannak, mert nincs kedvük elkezdeni este 8 órakor palacsintát sütni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok-sok évet és évtizedet. Köszönöm szépen. A palacsintázónak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért már a weekendbe, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor a nőnap alkalmából minden az esküvőkről fog szólni. Addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!